A Kulturális Autonómia Tanács kezdeményezésére 5 kisebbségügyi kérdésekkel is foglalkozó szakember beszélte ki a közigazgatásban biztosított anyanyelvhasználat kérdését. A KAT ezzel a témával indította a Nemzetpolitikai Kerekasztal című előadás sorozatát. A romániai magyarság mintegy 80%-a olyan településen él, ahol a törvény értelmében biztosítani kellene az anyanyelvhasználat jogát a közigazgatásban. Ennek ellenére az arányosság elvére hivatkozva nagyon sok helyen nem biztosított a nyelvi jogok gyakorlásának a lehetősége. Viszont ott sem élnek ezzel, ahol lehetne. Sok esetben a magyar települések sem alkalmazzák azokat a vívmányokat, amiket elértek jogi szinten, amit elértünk jogi szinten, és akkor ez még jobban erősíti azt az indokolatlanság érzését a román többségben. Vízi Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa úgy véli, a jogismeret hiánya mellé a jogbiztonsággal szembeni bizalmatlanság párosul. Hogyha én azt hiszem, hogyha az állam nyelvén, vagy a hivatalos nyelven, vagy a nagyobb presztízzel bíró nyelven, vagy az elvárt nyelven kommunikálok, akkor jobban intézik el az ügyemet. És ez igazából a jogbiztonságba vetett hithez kötődik, mert azt jelenti, hogy nem bízom abban, hogy az ügyemet pártatlanul és az a jogszabályoknak megfelelően ítélik meg, hanem azt szerint, hogy milyen nyelven fordulok oda. A kerekasztal résztvevőinek a végkövetkeztetése szerint a közeljövőben nem számíthatunk látványos előrelépésre a nyelvi jogok érvényesítése terén. De ha a meglévő jogszabályokat maximálisan kihasználjuk, nincs okunk borulátásra.